Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Szigligeti Várban. Mi a Szigligeti Vitézek vagyunk, és egy végvári harci bemutatóval készültünk a mai nap. A bemutató első részében szeretnénk kicsit beszélni a kor öltözékeiről, viseleteiről. Tudni érdemes, hogy akkoriban szokás volt, hogy a csatamezőkön a halottakról szedték le a különböző felszerelési tárgyakat, fegyvereket, ruhákat, és ezeket vagy kótyavetyére, tehát eladásra bocsátották, vagy pedig saját maguk használták tovább. Így aztán egy török és egy magyar harcos nagyjából hasonlóan nézett ki a század közepén. Alul csizmát viseltek, ami nagyon kényelmes talpas, illetve lovas viselet volt, emellett a keményített felső rész védett a lábra érkező vágásoktól. Tovább haladva következett a ruházat legkényelmesebb része, az úgynevezett bőgatya. Nagyon jó volt, könnyen lehetett benne mozogni, sok minden elfért benne. A felső ruházat az úgynevezett kaftán volt, ez egy keleties hatású viseleti darab, bár honfoglaló őseink is használták, a 16. században pedig török közvetítéssel került be ismét ruházkodásunk. A kaftán deréktájékon a sálöv tartotta össze, e fölött pedig bőrből készült fegyverövet hordtak a vitézek. A fegyverövre értelemszerűen fegyvereiket akasztották, emellett például tarsolyt, ivószarút, lőfortartószarút, vagy éppen a nyilvesszöket tartó tegezt. És hogy a vitézek fejét is védje valami a kellemetlen UV-sugaraktól, arról ilyen posztós üvegek gondoskodtak, amelyekbe a ragadozó madarak tollai küszködték. Ezek a tollak nem csak arra voltak jók, hogy díszítsenek, hanem arra is, hogy jelezzék a vitéz rangját. Egy tolla volt a közkatonáknak, három az altiszteknek, öt a főtiszteknek, hét a seregvezéreknek. Hétnél több tolla meg általában már csak a madaraknak volt. És akkor most beszéljünk egy kicsit arról a fegyverről, ami a bemutatónk alapját fogja képezni, ez pedig nem más, mint az úgynevezett merev szarvú visszacsapó reflexi, ronda hosszú neve van. Érdemes róla tudni azt, hogy ez az így különböző pusztai lovasnomád népek fegyvere volt, például használták a szkíták, a hunok, avarok, magyarok, tatárok, törökök. Érdemes még továbbá tudni róla, hogy beállított állapotban, hogy például Sándor vitéz mutatja, az íjnak a szarvai pont az ellenkező irányba hajlanak, mint felajzott állapotban, ugye amikor harcra kész, ugyanis a felajzás során ellentétes oldalra, ellentétes formába feszítik, és az adja az erejét ennek az íjnak, hogy ebbe a feszített formába is ugye próbál visszajönni a természetes állapotához, de nem tud, ugyanis az ideg megakadályozza. Ez arra képessé teszi az íjat, hogy akár több száz méterre képes legyen elröppenteni egy nyilvesszőt. Most akkor ezzel a fegyverrel fogjuk bemutatni az első gyakorlatot. Őseink alapvető harcmodellát szeretnénk itt egy kicsit visszahozni. Ők nem úgy lőttek általában a csatában, mint az európai íjászok, hogy célra, hanem ők területre. A területlövés pedig azt jelentette, hogy egyetlen parancsóra dolgozott akár több száz, vagy sőt néha még több ezer íjász. Kiválasztottak egy területet a csatamezőn, mondjuk a Godzabokortól a Tölgyfáig, és arra kellett egy sortüzet zúdítani, ami ugye egy egyszer elengedett nyilvesszőket jelentett. Ez a sortűz pedig általában azért volt nagyon veszélyes, mert ha az ember innen védte magát a pajzsával, akkor abból az irányból kaphatott egy vesszőt, és nyilván ez fordítva is igaz volt. Most tehát ezt próbáljuk bemutatni, következik a sorlövés. Itt érzek sorlövés, a felkészül, feszít, lő! Feszít, lő! Feszít, lő! Feszít, lő! Megköszönöm. Köszönjük szépen a lelkes tapsot, ezt a nagy melegbeit. Kedves közönség, még egy hiász gyakorlattal folytatnánk. Ezúttal az úgynevezett hullámlövés került terítékre. A hullámlövés azt fogja jelenteni, hogy most nem egyszer engedjük el a nyilvesszőket, hanem egymás után folyamatos tűz alatt tartva a céltáblát. Ennek az volt az értelme, hogy lényegében akit folyamatos tűz alatt tartottak, annak általában volt annyi esze, hogy védje magát, ez ugye pajzsal történt, maga fölé vagy maga elé tartotta ezt a pajzsot. Ez viszont azt eredményezte általában, hogy emögül nem látott ki nagyon, ha meg kirúgta a fejét, akkor értelemszerűen már veszélybe volt, és emellett a mozgása is le volt ezáltal korlátozva. Vitézek, hullámlövésre felkészül, feszítek, lövök. Köszönjük szépen! Kedves közönség, egy új fegyvert szeretnénk most ide önök elé hozni. Köszi! Ez pedig nem más, mint az úgynevezett kelevéz. Kelevézről érdemes tudni azt, hogy ez a
magyar lovasság egyik kedvelt harci eszköze volt. Általában ugye úgy használták, hogy rádobták az ellenségre, de emellett előfordult az is, hogy közelharcba tudták alkalmazni. Most akkor mi megpróbáljuk ezt a fa céltáblát megcélozni vele, és hát talán el is találjuk. Talán nem. Szeretném megkérdezni, hogy lenne valaki, aki kipróbálná ezt a fegyvert esetleg dobás közben. Most itt a lehetőség, hogy leiskolázzák, ami elég, hát majdnem rondaszót használta, milyen teljesítményünket. Tehát nem tudom, hogy lenne esetleg valaki. Itt az úra szélen megkérném szépen, köszönöm szépen. És nem tudom, hogy a urak közül valaki. Bence nyugodtan a fiatal emberi. Köszönöm szépen. Mehet. Akkor Márton is mentem, már egyetek oda légy szíves a céltáblához, ütészhez. Nur is kipróbálná? Ha hát kedvet kapott, akkor tessék. Tapsoljuk meg a fiatal versenyzőt! Ó, de jó! Már lehet, hogy gyakorolt valahol. Nem dobja rosszul a srác. Köszönjük szépen! Van felvétel. És akkor, igen, most mondott fel az egyik vitézünk, úgyhogy ha gondolja, akkor esetleg szívesen köszönjük. És akkor most folytatnánk, ismét mi. Ijászkodás következik. Ezúttal egy olyan gyakorlatunk következik, aminek a neve véres sas. Nem kell megijedni, egy viking kivégzési módszerről lenne szó, de senkit nem fogunk bántani, csupán a gyakorlat neve ez. Ugyanis a gyakorlatban szereplő mozgás hasonlít arra, amit a véres sas során az ember bordáival elvégeztek. Gyerekek miatt nem szeretném tovább ezt részletezni. Azt mondják, mit tanultak itt? Feszít! Lő! Feszít, lő. Feszít, lő. Kihagytuk volna, ma olyan forró lenne, hogy nem is tudnánk megfogni. Tisztelt hölgyeim és uraim, a következő fegyvernek nagyon egyszerű a neve, a hegesztett laposvas, nem, csatakereszt, hajtókereszt, dobókereszt. Érdemes volna tudni, hogy ez a fegyver nem keverendő össze a távol-keleten használható shurikennel, dobócsillaggal, ez egy nyugat-európai szerszám volt. Általában a lovasság ellen vetették be, vagy úgy, hogy közvetlen közelről rájuk dobták, miközben ugye rohamoztak, vagy pedig csata előtti napon hegyével fölfele elrejtették a magas fűbe, és hát ez eléggé nagy kellemetlenségeket tudott okozni, miután ugye beleléptek a lovak, tehát fölborulhattak, ledobhatták a magukról a vitézeket, és hát csatába a földön fetrengeni egy 50 kg páncélba az emélet biztosítás lovak hatái között. Most akkor vitézeink megpróbálják ezeket belejuttatni a fa céltáblába. És hogy szeretné valaki kipróbálni, ezúttal viszont hölgyek jelentkezését várjuk ide. Kis hölgy már is, köszönöm szépen. Lenne még valaki esetleg, aki... Gyere csak, persze, gyere. És a hölgyet is szeretném megkérni. Az úr mellette nagyon jól dobta az előbb a kelevészt, úgyhogy meglátjuk, hogy ő is ebben jelentkezik a különböző... Ugye azért próbáltatjuk ki általában a hölgyekkel, hogy fölmérjük, hogy a különböző konyhai eszközök dobásában milyen jártasságot szeretnek.
Legyetek szívesek odafáradni a kutézúról. Na, elmondom, hogy kell rúgni, figyeljetek. Itt aludjunk. Mikor volt a kezedben ilyen, azt kérik? Aha, csak már látom a pólóra. Nem áll messze a dolog annyira, ugye? Semmi gond, egy kicsit menj közelebb, nyugodt egy kicsit több erővel, dühösen. Volt ott egy gig, sikeresen lefejezte egyébként. Ezt találhatok, kármi kapcsolatot is szólják, és köszönjük szépen. És akkor látjuk az utolsó négyes sorozatot, az első benn is van, a második is, a harmadik is, csak kipattant a másik keresztről. Ne takarítsanak itt a kábát a hölgy, köszönjük szépen! A két hölgynek és az úrnak nagyon ügyesek voltak, most viszont folytattánk egy ilyen gyakorlattal, ezúttal az fog következni, hogy körbe-körbe lovagolunk, mármint így gyalogosan, gyaloggalop, és közben folyamatos tűz alatt tartjuk a céltáblát. Ez nagyon elterjedt taktika volt sok lovas-íjász csapatnál, hiszen így ugye nehezebb célpontot nyújtottak, mivel folyamatos mozgásban voltak. Annyit szeretném, ha a közönség egy kicsit becsatlakozna abba, hogy miközben mi ezt csináljuk, legyenek szívesek kiadni különböző lóhangokat, meg patadobogást, hogy a hangulatokozása érdekében mégiscsak egy lovassági gyakorlatról van szó. Lehet is kezdeni, megadom a hangot. Ez az, jó leszel! Elérkezett az a pillanat, amikor a lovagság legnagyobb ellenségét próbáljuk itt bemutatni. Ez a fegyver igazából azért volt nagyon jó, mert több száz méterről képes volt átütni egy lemezpáncélt, főleg ugye az erősebb verzióit. Ez a fegyver pedig nem más, mint az úgynevezett számszeri. Számszeriről érdemes még tudni azt, hogy rendkívül pontos fegyver is volt, amellett, hogy erősen volt képes kiröppenteni magából a veszőt. És emellett viszont volt egy hátrányos tulajdonsága, amit mi most itt próbálunk bemutatni. Ez pedig az lesz, hogy ugye lassabb volt a töltése, mint mondjuk egy reflexünk. A következő gyakorlat során egy kis verseny keretében próbáljuk ezt bemutatni. Meg lehet nézni, hogy adott időn belül melyik I-típusból hány nyilvesszőt tudunk kilőni. Köszönjük szépen, ez volt a számszerűen bárbara. Lehet látni, hogy átlagosan három veszőt lehetett kilőni a reflexiből, amíg a számszerből egyet. Más kérdés, hogy ugye ez a gyorsaság a célzás kárára ment. Kedves közönségünk, most elérkezett az a pillanat, amikor a legszeretverettebb, meg következik a legszeretverettebb gyakorlat. Már fölvezetni sem tudom, ebből látszik, hogy milyen gyakorlat lesz ez. Nem mondanék róla sokat, csak a nevét, a következő gyakorlat a részegvitézet.
Feszít. Lő. Feszít. Lő. Feszít. Lő. Feszít. Lő. Közönség, az utolsó IASZ gyakorlat következik, de nem az utolsó gyakorlat még így a műsor során. Ugyanis most nem a stabilan álló céltáblát próbáljuk meg meglőni, hanem a levegőbe repülő korongokat próbáljuk meg onnan levadászni. Ebbe nagy segítségünkre van a jelenlegi időjárás, hogy nincsen szél. Igazából ami zavarhatja a dolgot, hogyha Máté nem dobja jól ezeket a korongokat, de megpróbáljuk korrigálni az ő hibáját, ha esetleg lesz. Hát ha meg jól dobja és mi is jól lövünk, akkor itt minden korongban lesz, legalább egy nyilvesz. Hogy csináld először? Ne lépjél rá látható. Feszít, dob. Két oldalról is, történt, hogy találj. Feszít, dob. Kedves közönség, következik a mai nap utolsó fegyvere, ez pedig már egy kis lépés lesz így a modern kor irányába. A következő fegyver nem más, mint az úgynevezett muskéta. A 16. században az akkor a század közepére már itt nagyjából határvidéknek számító Balaton környéki végvárakban is használták ezt a fegyvert. A törökök ezt a fegyvert tüfelnek nevezték, nem fogják kitalálni a magyarok pedig hogyan. Valaki? Muskétán. Na, most akkor bemutatjuk itt a töltését, aztán pedig lőni is fogunk vele. A muskéta töltésének első lépése a serpenyő fölporzása. Ez a serpenyőbe lényegében egy finomabban őrölt lőpor kerül. Ennek a feladata az, hogy a karosszal begyulladva begyújtja a csőbe töltött durvában őrölt lőpor. Ezeket a lőporadagokat egyébként előre kimérték, ugyanis nem volt mindegy, hogy mennyit használtak. Ha túl keveset használtak, akkor nem mindig érték el a kívánt hatást, tehát ez ugye azt jelenti, hogy nem mindig tudták kilőni a golyók a csőből. Ha túl sokat használtak, akkor pedig előfordulhatott, hogy fölrobbant a kezükbe ez a muskéta, és ez csúnya sérüléseket tudott okozni mondjuk arcon, vagy akár kézen. Erről beszélek. Sanyi egy tapasztalt muskétás. Most már tudja, hogy mik a veszélyek. Ezt a csőbe töltendő, durvában őrölt lőport, aminek ugye az a feladat, hogy fölrobbanjon, ezt ledöngölték a cső alján elhelyezett lövesszővel, és ugyanezt a döngölést végrehajtották a folytással is. A folytás az általában papírból, száraz fűből, kócból, rongyból, valami olyasmiből volt, amit így bele tudtak tömni a csőbe, és kéznél volt éppen. Tehát ezt rátömték a puskaporra, ugye ennek a feladata egyrészt az volt, hogy ne folyjon ki a csőből a lőpor, ha éppen mondjuk egy kicsit lefele billen a puska csőbe. Emellett ugye azért is volt fontos, hogy a robbanás energiát egy kicsit így lefolytsa, megnövelje. Erre helyezték rá a golyót, majd pedig meggyújtották a kanócot, hát mi most ezt egy várba talált öngyújtóval fogjuk megcselekedni. Itt találtuk, hát most valamelyik turista hagyta el, nem tehetünk róla. És akkor az izzókanócot behelyezték a kakasba, majd a következik a lövés. Szólnék előre, hogy hangos lesz, úgyhogy akinek esetleg érzékenyebb a halás, az nyugodtan fogja be a füleit. Lövés lesz! Oké. Okay. Kedves közönség, ez volt tehát a muskéta lövés. Látom, nem találtunk. Még egyszer meg kéne próbálnunk. Nem? Nem. Eljárt inkább az ágyúval próbálkozunk. Oké. Okay. Kedves közönség, ahogy említettem, az utolsó fegyver volt ez, amit most itt bemutattunk. A végére egy egész sokkal lettünk, ennek mi nagyon örülünk. Aki nem volt itt az elején, annak elmondanám, hogy a Szigligeti Vitézek műsorát látták, hallották. Még annyit szeretnék hozzáfűzni a műsorhoz, hogy a
Szigligeti Vitézek csapata fönn van a Facebookon, ide fotókat, videókat föl lehet tölteni erre az oldalra. Múltkor mondtam, volt itt egy gyerekcsoport, mondtam nekik, hogy lehetőleg rólunk töltsenek azért, hogy fotókat, ilyen elefántokat, meg ilyet ne. Hát mi volt, amit föltöltöttek egy elefántos képet? Hát, köszönjük szépen. Na, szeretném még bemutatni a mai résztvevőket. Tehát a mai bemutatóban részt vett Makkos Valentina, Kardos Máté, Varga Sándor és Balassa Dániel. Köszönjük szépen, köszönjük a lelkes tapsot, azt, hogy kijöttek elevész csatakeresztet dobni, és hát azt, hogy megnézték a műsort. És akkor egy utolsó csatakiáltásra szeretném fölkérni itt a kedves közönséget. Ez nagyon egyszerű lenne, egy magyar, ősi magyar csatakiáltást próbál egy kicsit leutánozni. Úgy néznek ki, hogy én azt kiáltom, hogy húj-húj, és önök ráfelelnek egy jó hangos hajrát. Jó, próbáljuk meg! Figyelem, közönség! Húj, húj! Hajrá! Na, próbáljuk meg még egyszer kicsit hangosabban. Húj, húj! Hajrá! Ez már egyen jobb volt. És egy utolsót együtt a Vitézekkel, és akkor ezzel elbúcsúzunk. Közönség, Vitézek! Húj, húj! Hajrá! Köszönjük szépen, viszontlátásra, visszalányom meg! És egy pillanat elnézést kérek. Bocsát, nem mutattam be vendégszereplőnket, tavalyi és tavaly előtti Vitézünket, aki most kívülről tekintette meg a bemutatót. Handbauer Márton. Köszönjük szépen.